tegnapi videóban nem tudom hányszor mondtam rosszul, én tegnap nagyon sokáig abban voltam, hogy tegnap volt 12-e, de köszönöm, hogy kijavítottatok, és igazából ma van 12-e, és ebben már megint egy olyan cucc van, ami már kétszer-háromszor volt. Akkor ma kihúzzuk ezt a piros sneaker zoknit. Hát, nem tudom, hogy mikor fogok a kísérletekhez jutni, mikor fogom tudni megcsinálni, vagy mikor lesz kedvem. Meglátjuk. Na, voltunk gyerkőcbe bevásárolni. És nem tudom, hogy a tegnapi videóból végül kivágtam-e, de azt hiszem igen. Tegnap annyira kívántam az egérkét, de kellett volna venni lisztet, meg tejet, és talán nem akartam boltba menni, szóval ma ismét egérke idő lesz. Vettem férjemnek is még egy-két apróságot az adventi kalendáriumába. Ezt most nem mutatom meg, hát ha nézné, bár nem hiszem. Illetve én vettem most először egy ilyen dolgot, Koch Kéz. Ez egy Odenwaldi különlegesség. A neve alapján ez ilyen főzött sajt, vagy főtt sajt kell, hogy legyen, és én személy szerint ezt most úgy képzelem el, hogy ha megmelegítem, akkor egy ilyen guszta, folyékony, tunkolós olvat sajt lesz belőle, de a németeket ismerve viszont ez valami rohadt büdös gusztustalanság lesz. Szóval próba szerencse. Amúgy egész jó volt. Nem volt büdös gusztustalanság. Illetve, hogy legyen mit tunkolni, vettem a Hemtes pultban ilyen, hát minek hívják ezt, vagy a magyarul fogalmam nincs. Németül Rohesser, szóval nyers evő a neve. Néha még Pfefferbeiszerként is emlegetik, de mivel ebben nincsen bors, ezért ez nem Pfefferbeiszer. Ez igazából egy ilyen nyers, fűszeres kis kolbászka, amit nem kell megsütni, hanem így tudsz enni. Valamint vettem sima ilyen parizerszerűséget, ami sajttal van töltve, illetve vettem kettő darab ilyen rindwurstot, ilyen paprikás, vagy hát nem feltétlen paprikás, csak ugye mivel marha hús, ezért ilyen piros színű bratwurstot, ezt viszont meg kell majd pirítani, és azt szeretném majd enni. Bazd meg, és nem vettem krumplit. Mindegy, akkor sült krumplit fogunk enni hozzá, nem krumplipürét. És megint vettem abban a pékségben ilyen hévöknédlét, amit múltkor mutattam nektek. Ezt most csak szimplán elnassolom. Hát ez szerintem jól néz ki. Sziasztok! Hát remélem, hogy szép homályos a háttér, mert elég nagy kupi van most a konyhában. Na, tegnap említettem nektek ugye, hogy megérkezett a Glossy Box rendelésem, és most ezt az 5 sminkes, illetve pontosabban beauty zsákba macskát szeretném nektek megmutatni. Én már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, tényleg imádok ilyeneket bontogatni. Amúgy ezért az 5 dobozért én 30 eurót fizettem, szóval egy box 6 euróba kerül. És ezzel a színessel szeretném kezdeni, szerintem nagyon-nagyon jól néz ki ez a doboz. És ez számomra abszolút új. Egyik termék se ismerős, hát ez fura. Na, kezdjük ezzel a Magnetone Londontól. Ez valami Wipe Out Swipes. Ez egy környezetbarát smink eltávolító pad. Egész pontosan 2. Nagyon-nagyon cuki. Ilyen szürke és egy rózsaszín cikcak mintás. Van egy Fix & Rouge termék, ami egy relatíve drága márka, New Page Fortify Blue Buffer. Azt írja, hogy ez védi a bőrt, illetve támogatja a bőrt, ami ki van téve egész nap a kék fénynek és a különböző szennyeződéseknek. Niacinamid és hialuron sav van benne. Maga a doboza is egész szép, és a termék is tök jól néz ki. Érdekes, mint hogyha sűrű lenne benne a lötyi. És ez 30 ml. Van egy termék a Murad márkától. Ez egy AHA és BHA
hámlasztó, tisztító, 15 ml-es, illetve hidratáló hatása is van. Van egy szempilla spirálunk, amiket én ugye nagyon-nagyon szeretek. Ez a Biotanic-tól Great Length Mascara, szóval ez egy hosszú pillákat ígérő szempilla spirál, illetve azt írja, hogy vastagítja is a pillákat. Én személy szerint azt nem szeretem, szóval ezt valószínűleg nem fogom letesztelni, de nagyon tetszik például a design is. Az utolsó termékünk pedig a dobozban az ez, a Catalyst-tól egy SOS ápoló, testápoló, 100 ml. Na hát ez a box nekem nagyon-nagyon tetszett, mivel full új, tényleg egyik termékkel sem találkoztam még szerencsére, ami nagyon-nagyon ritka amúgy az ilyen beauty csomagoknál. A következő, amit ki szeretnék bontani, az ez a csodaszép, ilyen lilás, kékes fém doboz. Szerintem tavalyi design, így néz ki belül. Hát ez egész biztosan egy decemberi doboz, de nem lehet a tavalyi. Akkor ez egy tavaly előtti. Elképzelhető igazából, hogy ez egy tavaly előtti doboz, mert ez a termék például júniusban le fog járni. Ez az Yves Rocher-tól az Elixir Botanic. Ezt a terméket ismerem, már próbáltam is. Ez egy anti-pollution, szóval ilyen a környezet rossz hatásai elleni erősítő szérum, 50 ml-es, és egy ilyen üveges tégelyben van. Kaptunk egy parfümpróbát is, ez a 4711 Aqua Colonia, szóval ilyen kölni parfüm. Van itt egy éjszakai ápoló labelló, na ez nagyon-nagyon szuper, mert én szeretek labellót, mert valamilyen ajakterméket tartani az éjjeli szekrényemben, mert nagyon sokszor ugye a nap végére szárad ki az embernek a szája, és ebben siavaj van, és éterikus levendula olaj. Hát ez szuper, ezt szerintem megtartom magamnak. Benne van a Bilútól a Cozy Hands ápoló kézhab. Van egy Elemis Superfood termék, Glow Priming Moisturizer, szóval ez egy olyan ápoló, ha jól sejtem, hidratáló ápoló, ami primerként is szolgál, és egy ilyen szép fényt ad a bőrnek. Ez pedig egy 20 ml-es kiszerelés, szóval eléggé kicsike. Kaptunk a Shebens-től éjszakai helyreállító koncentrátumot, ilyen kis kapszulákat, 5 darab van benne. Van a Luviától egy vegán smink ecset, ez a 213-as pirosító ecset. És a végére hagytam a La Splash Moonlight Glow palettát, ez egy arc paletta, amiben, ha jól emlékszem, bronzosító és highlighter van. Ez tényleg egy nagyon-nagyon régi termék, emlékszem, hogy ez régebben volt már dobozban. Aha, van benne, hát most egy bronzosító vagy kontúr, nem tudom pontosan, van 2 arcpirosító szín és egy setting púder, szóval az az érdekes, hogy ez Midnight Glow paletta és highlighter nincs is benne, amit én most kicsit furcsálok. Folytassuk ezzel a dobozzal, amin egy ilyen csaj van, nekem ez valahogy kicsit ijesztő, nem tudom miért. Erre a boxra emlékszem, mert ez tényleg most nemrég volt. Ezt én is megkaptam. Már emlékszem is. Nagyon durván körömlak szag árad a dobozból, szóval azt hittem, hogy ez esetleg ki lesz folyva. De nem úgy tűnik, lehet, hogy csak nem volt rendesen betekerve. Az első termék az a Catrice-től egy super élénk, ilyen kék körömlak. Amúgy tök jó színe van, de én ugye nem használok körömlakot, vagy ha igen, akkor is csak átlátszót. Van a Josephine-től egy folyékony rúzsunk a Glamorously Healthy árnyalatban. Ha jól emlékszem, akkor ez egy ilyen élénk piros. Nem, egyáltalán nem. Ja, bocsánat, ez a Meet Filou árnyalat, és ez egy ilyen szép nude-nak tűnik. Nem akarom kinyitni, de
de úgy nagyjából látszik meg. Van benne a Pixi by Petrától egy átlátszó szemöldök zselé. Ez egy, hát nem azt mondom, hogy drága termék, de azért ez egy tök jó dolog szerintem. Na ez számomra abszolút új, a Schwarzkopftól Fibre Clinics Tribond Volumize Technology Shampoo. Oké, ez egy 50 ml-es sampon, ami volument ad, nincsenek benne szulfátok, és egyéb infót nem látok rajta. A Fibre Clinics, az, a fibre azt szerintem ilyen kis szálakat jelent, szóval ez biztos valami új technológiával készült. Ezt le fogom szerintem tesztelni, félre is rakom, hogy ezt biztos megtartom, mert kíváncsi vagyok, hogy jó-e. Az utolsó termék pedig egy pici 50 ml-es Molton Brown termék, narancs és bergamot illatú tusfürdő. Amúgy info, minden, amit itt most láttok, az fel fog kerülni az eBay oldalamra, szóval majd belinkelem, ha nem felejtem el. De hogyha elfelejteném, akkor valamelyik videó alatt ott van, valamelyik mostani videó alatt. Szóval belinkelem majd az eBay fiókomat, hogyha valaki szeretne vásárolni. A szállítás Magyarországra brutál drága, szóval csak akkor éri meg, hogyha vagy Németországban laktok, vagy Magyarországon, de több mindent rendeltek, és akkor jobban megéri a szállítás. A végére a két normál rózsaszín dobozt hagytam, mert elképzelhető, hogy ugyanaz lesz. Az első az a 2023. február doboz, na hát az is már majdnem egy éves, remélem, hogy semmi nem járt még le itt, és már valami jót látok benne. Na hát kezdjük is a legjobbal. Van benne egy Dr. Babor termék, hát ez relatíve drága. Hidrocellulár, ez egy hialuronos krém, 15 ml. Van benne egy, hát kevésbé drága termék, ez a Luvosnak egy tisztító maszkja, és valaminek brutál erős illata van a dobozban. Fogalmam nincs, hogy minek. Van itt a Sofia és Mabel-től egy szemhéj púder paletta. Ha jól emlékszem, ebben ilyen nagyon szép narancsárgás színek vannak. Amúgy a doboza is szerintem baromi jól néz ki. Viszont nagyon-nagyon műanyag. Ebben tényleg ilyen nagyon szép őszi színek vannak. Van egy termékünk a Polártól. Ez egy 25 ml-es kézkrém, ami három sarkköri bogyót tartalmaz, és azt írja, hogy ez egy nagyon gyengéd lapföldi krém. Az utolsó előtti termék a This Works-től egy Deep Sleep Body Cocoon 50 ml, szóval ez egy ilyen éjszakai, hát szimpla krém, azt írja, hogy tedd a kezedre, vagy ugye a testedre, szépen dolgozz be, és akkor jobban alszol, illetve sokkal jobb kedélyű leszel másnap reggel. Na hát ez is érdekes, tudjátok mit, ezt is letesztem. Az utolsó termék pedig, és talán ennek a szagát érzem, pedig nincsen kifolyva, legalábbis nem úgy tűnik. Ez egy szájos termék, ezzel sem találkoztam még soha. Egy Keratin and Volume hővédő spray, 230 Celsius fokig véd, és azt írja, hogy úgy azért dupla olyan dús lesz az ember haja. Hát ezt is kipróbáljuk. Ez is amúgy szerintem egy nagyon-nagyon jó doboz. És akkor nézzük az utolsót, szintén rózsaszín. Oké, nem ugyanaz. Ez szeptemberi, ha jól látom, és valószínűleg idei szeptemberi. Az első termékünk a Youth Lab, szóval a fiatalság laboratóriumtól, egy Brightening Boom Mask. Szóval minimalizálja a pöttyöket, illetve a sebb helyeket úgymond, az arcnak a színét is helyreállítja, kivilágítja és revitalizálja. Hát ez eléggé sokat ígér. Ezt is letesztem. Van itt egy 30 ml-es L'Occitane kézkrém, szóval ez talán full size. Száraz bőrre 20% siavajat tartalmaz. Van egy nagyon-nagyon illatos termék, ez a Foamy-tól egy arc radír szappan.
barackos, ha jól látom. Igen, jojoba és barack van benne. Na hát ez egy olyan cucc, amit alig tudtam eladni, de tényleg. Ez a Bare Beautiful, egy pink színű ilyen skalp masszírozó, szóval ilyen fejbőr, vakaró igazából. Én ilyet nem használok. Aztán lehet, hogy jó, hogyha valaki használ ilyet, és azt mondja, hogy tök jó, írja meg kommentbe, léci. És utoljára hagytam a legszuperebb terméket, ez egy 7 darabos csomag, babor ampulla, kollagén booster, szóval elvileg ez egy ilyen ránc feltöltő. Nem tudom, hogy kipróbáljam-e.